Sziasztok, üdvözöllek titeket a Machine Learning Budapest heti adásában, ahol vendégünk Tamu Emese, aki épp a Liverpool Egyetemen csinálja a PhD-jét, és a szakterülete a Machine Learning, Deep Learning és azon belül is a biztonság és a megmagyarázhatóság kérdése. Szia Emese, üdvözöllek itt a Machine Learning Budapestnél. Mesélj egy kicsit magadról, hogy honnan jöttél és hogy jutottál oda, ahol most tartasz. Köszönöm szépen a felvezetést és a meghívást. Tamu Emese vagyok, és ahogy mondtad, jelenleg a Liverpool Egyetemen csinálok egy PhD-t, nagyjából a képzés közepén vagyok, és még 2 éven van hátra, és emellett dolgozom egyébként részmunkaidőben egy angol orvosi AI-os startupnak, és itthon is próbálok azért részt venni a történésekben, tehát mondjuk a Statival most lesz egy közös kis projektem, aminek nagyon örülök, és ezelőtt matematikusként végeztem a Cambridge-i egyetemen, ott éltem és tanultam 3 évig, utána hazajöttem egy évre, itthon egy műszaki cégnél dolgoztam, ahol kis műholdakat fejlesztettünk, az is izgalmas volt, ott mint szoftverfejlesztő voltam lényegében, és ezt követően kezdtem meg a PhD-t, aminek a keretében sok időt itthon is töltök, ez részben személyes okok miatt történt, így részben most a Covid miatt nincs olyan sok értelme kilenni, mert ott is záró van minden. Igen, és azért te jól körbejártad a világot, ugye Dunakeszéről indultál, aztán Cambridge, aztán Liverpool és Amsterdam, és most épp otthon vagy. Egyrészt ez szerintem, ha jól jött le így az online profilod alapján, akkor ez javarészt ugye matematikai iránti szereteted tette lehetővé, hogy ez így honnan jött, és így hogy sikerült így beutazni mindent? Hát ahogy mondtad, Dunakeszin nőttem fel, ott éltem gimi végéig, oda jártam suliba is, a Dunakeszi Radnóti gimibe. És nekem a matek az nagyon hamar jött, már nagyon kiskoromban, tehát első-második osztályban megszerettem, és versenyeken kezdtem indulni. Ez részben családi hagyaték, nekem mindkét szülőm nagyon reálos vonalon mozog, és két bátyám van, ők is ilyen irányba lettek terelgetve, de gondolom tényleg érzékünk is van hozzá, valószínűleg nem csak a neveltetésem múlik. És hát engem ezek a versenyek nagyon megfogtak meg a szakkörök, aztán lett egy-egy eredményem, emiatt egyre több szakkörre mentem, egyre több embert ismertem meg, egyre jobb eredményeim lettek, és ez így magát gerjesztette. És nagyon megtetszett ez a társasági része is ennek, tehát nagyon sok barátom lett ebből a közegből, és így tényleg csak egyre jobb is jobb lett. Alapvetően a matekot egyébként azért szeretem, mert nagyon szórakoztatónak tartottam, mindig én ezt a fejtörős részét ilyen játéknak éltem meg, hogy hogyan tudunk tényleg logikusan átgondolva eljutni A-tól B-ig, és hogy ennek milyen nagy öröme van, amikor rájövünk egy ilyen kis feladványra, fejtörőre, és engem ez fogott meg nagyon. Túl azon, hogy szerintem elképesztő, hogy mennyi különböző alkalmazott területen tudjuk használni, fizikában, kémiában, és az AI is ugye egy ilyen vonal, és szerintem egyre több adat, ahogy így rendelkezésünkre áll, egyre több alkalmazási területen hasznos is a matek, nem csak az elméleti szép matek van, hanem az alkalmazott része is, és azért nekem ez így nagyon, nagyon egy szerelmem volt régóta. Ugye, mivel csomó helyen jártál a világban, ezért gondolom tök sok tapasztalatod van arról, hogy melyik helyen hogyan állnak hozzá így az innováció meg az AI témaköréhez. Mit gondolsz, hogy mi az, amit haza kéne hozni belőle, és hogy Magyarországon jobban tudnánk csinálni, amit mondjuk máshol már jobban csinálnak? Picit nehéz összehasonlítani azért Magyarországot más országokkal, már csak a mérete miatt is, mert ebből adódóan egészen más keret van a kutatásnak például, tehát más az a pénz, ami egyszerűen rendelkezésre áll egy kutatásra, és nem véletlen, hogy itthon inkább elméleti alapkutatásokat csinálnak, mert sokszor ezekhez nem kell ugye anyag-eszközigény annyira. De például ez is lehet egyébként egy ilyen kiugrási pont szerintem, mert az AI is persze kellenek erős számítógépek, de ezeket ugye sokszor már azért outsource-olni is lehet, és azon kívül azért leginkább okos emberekre van szükség, akik jók matekból, és ez itt van szerintem abszolút jelen van. Ami talán más, például Amsterdammal éltem most fél évet, ott is három hónapot éltem ott, fél évig dolgoztam ennek a startupnak. Ott nagyon érezhető ez a startup kultúra, tehát rengeteg startup van, mindenki vállalkozni akar, fiatalok csinálják, okosak, nemzetközi, itthon a nemzetköziség is hiányzik, illetve ez a menjünk, csináljuk, legyen valami új, szerintem ebben még van hova fejlődni, de én azt látom, hogy azért az én generációmban egyre több ilyen aktív és tenni akaró értelmes fiatal van, úgyhogy ez nagyon jó irány. Angliában, hát ott sokkal nagyobb kutatóhálózat van szerintem, mint itthon.
rengetegen foglalkoznak ezzel, rengeteg egyetem van, olyan nemzetközi társaságot tudnak bevonzani, ami megint csak hozzáad, és még ami különbség talán, hogy nagyon-nagyon interdisziplinális, tehát nagyon sok különböző tudományterületet próbálnak összeolvasztani, és így haladni előre a kutatással, tehát szerintem itthon még jobban össze lehetne kovácsolni a különböző kutatóintézeteket akár, vagy egyetemek közötti együttműködést, meg nipali szereplőkkel is tulajdonképpen. És az egyik ilyen terület, amiben te is foglalatoskodsz, ez a medical AI, ugye? És egy kicsit beszélgessünk arról, hogy milyen modellek vannak mostanában, és mire lehet, és mire nem lehet ezeket használni. Nekem például van egy ilyen elképzelésem, hogy egy olyan jövő, amikor van egy ilyen sima egyszerű szolgáltatás, ami kb. Minden orvosnál elérhető, hogy neked az eddigi a hisztorid alapján megmondja, hogy mit tudom én, melyik betegségekre vagy érzékenyebb, és akkor ezeket megelőzésképpen tudjuk, hát meg tudjuk előzni még mielőtt kezelni kell, hogy ilyen például mennyire reális, illetve hát tényleg általánosságában mi az, amire már használják, és mi az, amire még nem, de lehetne. Hát szerintem reálisnak abszolút reális a jövőben, de még nem most, de én tényleg úgy gondolom, hogy ilyen irányba haladunk, és hogy egyre jobb eszközeink vannak, hogy mérjük ezeket a dolgokat, egyre több adatunk áll majd rendelkezésre, és ezáltal egyre pontosabban tényleg szerintem ezt meg lehet jósolni. De például ugye egyre gyakoribbak ezek a Fitbit jellegű órák, amit veszik a különböző hát, életjeleinket, vital signs-okat. és tehát nekem is több ismerősömnek van ilyen, ugye futáshoz használják, van, aki alvás figyelésére, van gyűrű is hasonló, illetve ami startupnál most dolgozom, Angliában, ott azon dolgozunk, hogy ha egy selfie videót csinálsz magadról, akkor akár a kamerán keresztül, anélkül, hogy te hozzáérnél egy eszközhöz, mert hogy így érintkeznie kelljen a bőröddel, úgyis egész sok mindent le tudunk olvasni már az alkalmazóról. Tehát például a pulzusodat, az, hogy milyen gyakran veszel levegőt, hogyha infravörös sugárzást is tudunk mérni, akkor hőmérsékletet, esetleg még komolyan retinát is lehet vizsgálni. Tehát nagyon nagy potenciál van ebben a technológiában. És itt mind az adatról szól, hogy milyen adat áll rendelkezésre, de szerintem ebből csak egyre több és több lesz, és szerintem ez egy abszolút jó irány, és remélem, hogy majd eljutunk oda. Ami jelenleg nehézség, hogy nagyon fontos, hogy a mi alkalmazási területre ezt ki tudunk vinni egy ilyen terméket, ott ezt biztonságosan tudjuk használni. Mert ugye itt emberek életéről kell adott esetben dönteni, és jelenleg több korlátozás is van erre, akár jogi szinten, hogy a GDPR kimondja, hogy neked, mint felhasználónak jogod van egy magyarázathoz. És tehát bármi olyan döntés, ami a te életedet befolyásolja, tehát még nem minden döntés, arra neked van egy olyan jogod, hogy megkéred, hogy legyen megmagyarázva, hogy miért született ez a döntés rólad. És persze ennek pénzügyi szektorban is, mondjuk, hogyha ez a tipikus hitel, hogy pénzt akarsz felvenni, mi alapján döntik el, hogy ezt megkapod, vagy nem. Hivatalosan neked egy jogod van erre, hogy ezt megkérdezd, hogy miért is nem kaptad meg. És ugyanez van egy bármilyen téged érintő orvosi döntés kapcsán. És emiatt az igény miatt nagyon nehéz piacra vinni valami terméket, ami megfelelően pontos, mert ugye minél komplexebb egy modell, tipikusan annál nehezebben érthető, és amilyen nagyon sok komplikáció van. Tehát gyakorlatilag most még a legtöbb algoritmus, amit használnak az ilyen orvosi eszközökben, azok alap, hát ilyen sokkal alapvetőbb tanuló algoritmusokat használnak, tehát tényleg döntési fákkal, meg hasonlókat. Mert egyszerűen nem látják át az algoritmusokat eléggé, és sokszor a pontosságban a hozadék az nem annyira éri meg a hozzáadott komplexitáshoz képest. Úgyhogy ez egy tipikus probléma most, de szerintem, ahogy halad előre a technológia, meg a fejlesztés, az AI, én bízom benne, hogy ezt át tudjuk hidalni, és olyan transzparens algoritmusokat tudunk létrehozni, amik pontosabbak és elég pontosak. Igen, amúgy nekem egy ilyen nagyon érdekes téma az volt, hogy amikor arról beszéltek, volt egy ilyen kutatás arról, hogy deepfake-eket ismerünk fel, és arra jöttek rá a kutatók, hogy a deepfake felismerő algoritmus az lényegében a szívdobogásodból származó apró színelváltozásokat veszi észre az arcodon.
És hogy annyira durva, hogy ezt tényleg nem látjuk emberi szemmel, és hogy ilyen, nem gondoltam volna sose, hogy ennyire részletes dolgokat ki lehet venni egy arcképből, de ti is ezen dolgoztok végül is, hogy tényleg egy ilyen... Igen, tehát mi is a pulzus pontosan így olvassuk le, tehát a homlokodon egy területet, ha kijelölünk, vagy megkeresünk, ugye automatikusan a videón, akkor ott a vörös szín változásából tudjuk kitalálni, hogy mi a pulzus, és hogy ez pont, hogy ez a technológia. Nem tudtam, hogy a deepfake-eket is így lehet leleplezni, de ez izgalmas. Igen. És mondtad ugye a biztonságot. Egyrészt az érdekelne, hogy tudsz-e arról, hogy van-e bármilyen ilyen jogi alapozás, vagy egy valamilyen jogi változás, ami lehetővé tenni, hogy ilyen algoritmusokat használjuk, mert tényleg én is sokat olvasok rajta, hogy nagyon sokszor jogi alapja nincs, hogy nem használjuk ezeket az algoritmusokat. Tehát hiába van egy rákfelismerő rendszered, ami 99,9% pontos, hogyha nem tudjuk megmagyarázni, hogy miért úgy működik, és neked jogod van a magyarázathoz, akkor nem fogjuk tudni alkalmazni. Tehát ezt szerinted hogy lehetne jogilag áthidalni? És nem tudom, tudsz-e róla, hogy valamilyen változtatások vannak-e? Én azt tudom, hogy a GDPR szerinti állást, ami szerint ugye jogod van ehhez a magyarázathoz, általában kétféleképpen próbáljuk megoldani ezt a problémát. Az egyik az, hogy alapvetően transzparens algoritmusokat használunk, vagy olyanokat fejlesztünk, amik nem csak pontosabbak, hanem eközben transzparensek is. A másik pedig, hogy komplex algoritmusokat utólag próbálunk megmagyarázni. És ez az utólagos magyarázat, ez ugye nem teljesen pontos soha, tehát ez mindig egy megközelítése a komplex algoritmusnak, úgyhogy ezt nagyon nehéz szerintem definiálni, hogy mi is elég jó, tehát mi is elég közeli a rendes algoritmushoz, vagy mikor jogilag, mikor fogadjuk el, hogy ez tényleg egy valid magyarázata a komplex algoritmusnak. Ez nem egy egyszerű téma, de szerintem ebben elég sok játék van azért, hogy mikor fogadható el egy magyarázat, illetve hogy hogyan is teszteljük ezt, mert a magyarázatoknak a másik nagy problémája, túl azon, hogy csak megközelítések, és nehéz eldönteni, hogy mennyire pontosak, hát, hogy teljesen szubjektívek. Tehát, hogy nem rengeteg tévedés van ebből, hogy azt gondoljuk, mondjuk ránézésre, hogyha egy képi input van, hogy ez a magyarázat, ami kijelöli, hogy melyik pixelek voltak a legfontosabbak a döntésben, azt mondjuk, hogy ennek van értelme, mert itt a kutyának a fülét meg az orrát mutatta. De ugyanakkor ez teljesen egy szubjektív emberi vélemény, és egyáltalán nem azt tükrözi sok esetben, hogy tényleg az algoritmus mire is figyelt. Szóval nagyon félrevezető lehet egy magyarázat, és a PHD témámban is erre fókuszálok, hogy hogyan is tudjuk ezeket a különböző féle magyarázatokat egy objektív módon összemérni, és tesztelni különböző hát ilyen interpretability technikákat, hogy melyikek is jók, és melyikek mire jók. És szerintem hát jogilag valószínűleg definiálni kell majd egyszer, hogy mennyire kell közelének lenni egy magyarázatnak az algoritmushoz. De a másik még szebb dolog az lenne, hogyha alapvetően tudnánk olyan algoritmusokat fejleszteni, amik nem csak komplexek, hanem átláthatóak. Tehát, hogy komplexek ugyan, és pontosak, de ugyanakkor átláthatóak. És ez egy izgalmas terület, én ezzel annyira még nem foglalkoztam, de van több kutatásról hallottam ilyen irányba. És ez neked mostani kutatási témád is, ez az AI safety. És ugye, ha jól láttam, akkor te részt is vettél egy ilyen kutatásba, talán közös volt valamelyik mostani témavezetőddel, és ott egy modell megbízhatósága úgy volt definiálva, mint a hitelesség és a magyarázat. Tehát ebben a kontextusban ezek a kifejezések mit jelentenek, hogy mikor mondhatjuk, hogy egy modell hiteles és megmagyarázható? Hát igazából ezek nagyon-nagyon kapcsolódó szavak azért, tehát hitelesnek akkor nevezünk hát egy magyarázatot nevezhetünk igazából inkább hitelesnek, hogyha az a magyarázat az reprezentálja, hogy miért is hozott meg egy döntést egy modell. És a megmagyarázható az meg a modellre utal, hogy melyik modell tudunk valamilyen szinten megmagyarázni. Tehát igazából a célunk az a hiteles megmagyarázhatóság, hogyha így érthető. És hogyan magyarázunk meg egy mély neurális hálót? Mert tényleg az a probléma ezekkel, hogy annyi paraméter, meg annyi kapcsolat van, hogyha emberi szemmel ránézel, akkor egyszerűen nincs annyi agykapacitásod, hogy fölfogd ezeket az összefüggéseket, és ezért is működnek ilyen jól, mert ahogy előbb is ugye beszéltünk róla, hogy azért, hogyha mászkálsz az utcán, akkor nem nézel az emberek arcán, hogy hopp, akkor ott most ver a szíve, és látszik az értágulás az arcán, de hogy hogyan magyarázunk meg egy mély neurális állat, milyen módszerek vannak, amivel meg lehet magyarázni? Rengetegféle módszer van igazából.
Sokszor lineárisan próbálunk lokálisan megközelíteni egy modellt például, de ennek kapcsán akkor elmondanám, hogy van alapvetően lokális, meg globális magyarázat. Tehát a lokális ez mondjuk arra vonatkozik, hogy egy adott döntés meghozott egy modell, mondjuk maradjunk a kutya-macska példánál, hogy na ez a kép melyik, azt mondta a modell, hogy na ez egy macska. És akkor mi lokálisan kíváncsiak vagyunk, hogy miért mondta erre a példára, hogy ez egy macska. És akkor itt megpróbálhatjuk különböző módszerekkel ezt az egy esetet elemezni. A másik a globális, amikor nem csak egy-egy példára vagyunk kíváncsiak, hanem hogy globálisan miért működik így ez a modell. Tehát ez egy átfogó kép, nem csak egy-egy inputra. És sokszor azért egy sok lokális magyarázatból egy globális kép kialakul, de vannak különböző megközelítések, hogy egy adott komplex modellt megközelítünk, a teljes modellt egy egyszerűbbel. És ez például egy globális, egyszerűbb magyarázat. De lehet az is, hogy egy-egy példa kapcsán csak lokálisan megközelítünk lineáris modellekkel. Lineáris modellekkel egy komplex modellt, hogy ezt az egy döntést miért hozta. Ez is egy példa. Vannak más megközelítések, amikor például kikeressük a legközelebbi inputot, amire a modell már más döntést hozott volna, ugye ilyenkor beszélünk az adversarial támadásokról igazából, tehát az is egy érdekes információt adhat nekünk, hogy melyik az a legkevesebb pixelben különböző kép, amire már ez a modell más mondott volna. De az is egy érdekes lehet, hogy melyik a legközelebbi kép, amire még ugyanezt mondja, vagy melyik a legtávolabbi, amire még mindig azt mondja, hogy ez is egy macska. És ezekből is így ki lehet puhatolózni, hogy akkor miért hoz meg egy döntést ez az algoritmus, és miért ez a döntés egy adott inputra. De más az eset, mondjuk amikor tabuláris adatokról van szó, és nem képiről, mert megint csak a képi adatot egyfelől nekünk könnyű azért kezelni, meg mindig, mert vizuális emberek vagyunk, de egy adathalmazza, amiben csak számok vannak, vagy másfajta adatok, kategóriák, azokat sokkal nehezebb hova tenni kontextusba. Tehát ott már nehezebb definiálni, hogy mi is például jó magyarázat. De a megközelítések hasonlóak alapvetően. És szerinted el lehet jutni valaha olyan szintre, hogy olyan magyarázatokat tudjunk adni, mint mondjuk most a lineáris regresszióra, vagy egy döntési fa alapú modellre? Tehát, hogy el fogunk tudni jutni olyan szintre, vagy ezek alapvetően vannak annyira komplexek ezek a modellek, hogy csak közelítő választ tudunk majd adni mindig? Hát szerintem, hogyha neurális hálóknál vanunk, akkor az közelítő lesz mindig, mert szerintem azt emberi észre nem tudjuk egyszerűen felfogni, mert máshogy működik az agyunk. De én abban bízom, hogy ki tudunk fejleszteni olyan algoritmusokat, amik átláthatóak maradnak. De tehát igazából ezt inkább úgy képzelem el, hogy belefoglalunk egy változat, egy paramétert, ami ezt az átláthatóságot súlyozza, vagy ezt képviseli, és akkor ezzel együtt optimalizálhatjuk a pontosságot például valami ilyesmi módon. De hát itt is nehéz definiálni, akkor mikor átlátható, mi legyen a paraméter, ez nem egyszerű. De másfelől egyébként hiába mondjuk egy egyszerű modellt használunk, ott is, hogyha az egy nagy modell, tehát az a számunkra átláthatatlan lesz. Tehát és rengeteg ilyen user experience pedig csináltak, hogy mi az, ami jó magyarázat egy embernek, mi az, amit még átlát, mi az, amit nem. És ez ugye nagyon-nagyon szubjektív, és ez is nagyon fontos, hiszen ez arról szól, hogy hogyan tudjuk elmagyarázni a felhasználónak, hogy mi a döntés és miért. De ez is nagyon komplex lehet egy egyszerű modell, és hogyha ez a modell nagyon nagy. És ennek inkább én a másik részével foglalkozom, ami arról szól, hogy tényleg így mérhetően objektív, amikor jó egy magyarázat, hogy mikor elég faithful, elég hiteles, mikor elég pontos a valódi komplex algoritmushoz képest. És ezt hogy tudod vizsgálni? Vagy erről beszélsz egyébként, hogy most folyamatban van még ez a kutatás? Folyamatban van, de például van egy cikk, ami hasonló témában kijött, és azt szerintem nagyon jól szemléltető, hogy miről van szó. Tehát például ott képi inputokat használtak, és különböző, hát ilyen magyarul nem tudom, hogy hívják, de saliency mappeket használtak. Ez az, amiről korábban beszéltem, hogy azokat a pixeleket emelik ki a képen, amik szerinte a legfontosabbak voltak a döntés szempontjából. És itt elkezdték tesztelgetni, hogy ne vajon mennyire jók ezek a saliency mappek. Kétféle tesztet fejlesztettek ki,
Az első az, hogy egy teljesen betanított algoritmus, meg egy egyáltalán nem betanított, egy random súlyokkal rendelkező algoritmust hasonlítottak össze, hogy a saliency mappek, tehát ezek a magyarázó metódusok mennyire más képet festenek. Tehát amikor teljesen jó volt a döntés, meg amikor teljesen random volt, vajon ezt mutatja-e ez a magyarázó algoritmus, hogy más pixelekre figyel az algoritmus a tanuló. És sok esetben nem. Tehát mi elég megdöbbentő, mert ugye azt várnánk, hogy ha be van tanítva az algoritmus, akkor tényleg a kutyafülét jelölik ki, hogyha nincs, akkor meg random, de nem így volt. És egy másik, nagyon hasonló teszt, amit csináltak, az volt, hogy a címkéket cserélték fel, tehát véletlenszerűen osztották ki a kutyamacska címeket, és így tanították be az algoritmust, és itt is ugyanazt tapasztalták, hogy akkor, hogyha random címkézés volt, meg hogyha nem, nagyjából ugyanazok a saliency mappek voltak. És arra jöttek rá, hogy ez azért van, mert lényegében az inputról is belefoglaltok a magyarázatba információt, és a magyarázat azt tanulta meg, hogy mint egy ilyen edge detektor, hol van a képnek a fontos része, tehát hol vannak határok, élénk, meg nem élénk pixelek között. És ez is azért tudott megtörténni, mert nagyon szubjektív, hogy mikor jó egy ilyen magyarázat, és ránéztek a fejlesztők, és mondták, hogy jó, tényleg a kutya füle, ezt akartok látni, milyen jó. És ha nem így van, és ez nagyon fontos, mert hogyha csak magunkat erősítjük meg, akkor nem tanulunk tényleg az algoritmusról, meg hogy miért hozott egy döntést, meg mi a fontos az adatban, hanem csak azt erősítjük meg, amit már tudunk. És ez nem tükrözi, hogy miért született egy döntés. A PhD-nek a másik fő területe, ez konkrétan ez az adversarial attacks, amiket már most is említettél. Ebben szerintem menjünk bele egy kicsit mélyebben, hogy ez mit is jelent, meg hogy néz ki. Ugye, hogyha hallgató el akarja képzelni, ezek úgy szoktak kinézni, hogy vesz az ember egy képet egy cicáról, majd rászor valami zajt, és az emberi szemmel a cica még mindig cicának látszik, de az algoritmus meg azt mondja rá, hogy oráng után. Igen, hát ez is egy nagyon izgalmas téma szerintem, ezért kutatom. Én egyébként leginkább azon gondolkodom, meg az érdekel, hogy ez a két téma, ez a megmagyarázhatóság, meg az adversarial attack, ezek a hibák hogyan függnek össze. Mert én azt várom, hogy ha egy ilyen hiba történik, mint amikor egy zajt adunk hozzá, vagy egy pixelt változtatunk meg egy képen, és más gondolná az algoritmus, akkor azt várom, hogy egy jó megmagyarázó algoritmusokkal ezt tudom jelezni előre, vagy utólag, hogy itt már az algoritmus másra figyel, itt már más mond magyarázatnak, mert ugye más, egyszerűen más a gépi tanulásnak a logikája, mint az emberi logika. Tehát ahogy mi dolgozunk fel az adatokat, ez különbözik. És hogyha olyan algoritmusokat szeretnénk fejleszteni, amik biztonságosak számunkra, akkor fontos, hogy ezt a két látásmódot úgymond össze tudjuk hangolni, hogy ne csináljunk buta hibákat egy algoritmus. És ez a különbség szerintem, hogy egy-egy pixelet csak megváltoztatunk, és az emberi szemnek semmi nem változik, de az algoritmusoknak minden. Ez pont ezt tükrözi, hogy mennyire más, hogy dolgozzuk fel az adatokat mi, meg egy algoritmus, és hogy mindkettő jó, meg valid, de hogy ez a kettő hogyan tud jól együttműködni biztonságos módon. És ez a fő téma, és ez nagyon-nagyon releváns minden olyan területen, megint csak ahol a biztonság fontos, tehát orvostanban, önvezető autóknál rengeteget kísérleteztek ilyenekkel is, hogy kinyomtattak csak egy-egy kis matricát, felragasztották egy-egy táblára, és mondjuk a stop táblát már egy sebességkorlátozó táblának nézte ugye az algoritmus, vagy tényleg egy-egy pixelt változtattak meg, és akkor már a zöld lámpa helyett azt hittem, hogy piros, vagy fordítva. Tehát ezek való világban fizikailag meg lehet ezt csinálni, hogy tényleg félrevezetünk egy algoritmus, nem csak a laborban ott van, hogy most akkor én próbálkozom a gépemen, hanem ez tényleg egy valós probléma. És ezt hogy kutatod? Tehát mi mondjuk a hipotézised, meg melyik részét vizsgálod ennek az egész témának? Én próbálok olyan detektorokat fejleszteni, tehát ez a adversarial attackokra olyan detektorokat fejleszteni, amik felismerik, hogy egy input, ez egy támadó input, ez nem egy természetes jelenség, és erre próbálok használni ilyen magyarázó algoritmusokat. Tehát azt próbálom például nézni, hogy hogyan, mondjuk egy videó inputnál, ahol egymás utáni képek sorozata egy összefüggő képsort alkot, ott hogyan változik meg egyszer csak mondjuk egy magyarázat, és akkor ott mondjuk,
ha a kép nem nagyon változott, de a magyarázat meg aránytalanul, akkor feltételezem, hogy ott egy támadás történt, hogy ez valaki direkt félre akarja vezetni ezt az algoritmust. És hát ez összefügg ugye az egész gépi tanulás robosztusságával. Tehát ezek így nagyon összefüggnek az én szememben ezek a témák. Tehát hogyha egyetlen egy pixellel ki tudom teljesen zökkenteni ezt az algoritmust, akkor ez ugye az emberi szemmel nézve az abszolút nem egy robusztus dolog, nem egy biztonságos dolog, és nem értjük eléggé, hogy akkor miért születik egy algoritmus, egy döntés egy algoritmusnak. És szerintem ugye ezeket kell jobban szinkronba hozni, és aztán lehet, hogy nem is ez a jó irány, hanem igazából csak minél pontosabb algoritmusokat kell csinálni, és aztán csak sokkal okosabban lesznek, mint mi. Egy-egy feladatban lehet, hogy tényleg ez nem fontos, de jelenleg, hogyha valahol akarjuk őket használni, ahol igenis fontos, hogy ne legyenek tréverésből ilyen hibák, akkor ott most jelenleg ezt muszáj biztosítanunk. Igen, én abszolút el tudom képzelni, mit tudom én, önvezető autóval szórakozni akarnak valamilyen, nem tudom, huligánok. Én nem tudom, miért használok ilyen öreg szavakat. Csak nagypapát hallottam ilyen szót, aztán egy huligán. De hogy el tudom képzelni, hogy ennek nyilván vannak valós felhasználása is. Meg szerintem, nem tudom, hogy mennyire kötődik ide ez a téma, de még arról is sokat hallani, hogy hát igazából a robosztusságnál kötődik szerintem. Sokszor megesik, hogy emberek elköltenek cégek tök sok pénzt egy-egy modellre, és akkor mit tudom én, beviszik a productionbe, és akkor a kép, amiket használ a productionbe, ottan máshogy süt a nap, és már is elromlott az összes előrejelzés. Igen. Ugye, amúgy ezeket is fel lehet, hát ezt nem lehet felfogni adverszerjeleteknek, de ez is a robosztusságra megy ki végül is. De meg a magyarázhatósággal kapcsolatos, mert tehát ott mondjuk már lehet, hogy látja, tehát hogy én nem is ezt a példát mondanám, de egy kapcsolódott, hogy azt hiszem azt próbálták meg betanítani egy algoritmusnak, hogy melyik tank melyik távolhoz tartozott, és akkor csináltak róluk képeket, és az egyik adagképet napos időben csinálták, a másikat nem. És ugye befejtettek az algoritmus, tökéletesen működött, aztán elkezdték tesztelni, és nem működött. És akkor itt egy ilyen egyszerű magyarázó algoritmus megmondja, hogy hoppá, azért, mert amúgy az égre figyelt az algoritmus, és nem a tankra. És hasonló példák más területeken is vannak. Tehát ilyen szempontból lehet fontos, hogy megnézzük, hogy miért is hozott meg egy döntés az algoritmus, mert megint csak, hogyha mondjuk akkor napszak változott, és már nem működik jól az algoritmus, vagy pont emiatt működik jól, akkor látjuk, hogy hoppá, nem azt csinálja, amit mi szeretnénk, és nem arra figyel, ami valós, sem fontos. Térjünk át egy kicsit a startupos tapasztalataidra. Ez a téma is egyébként tök sokszor előfordul ebben a podcastben, valahogy a látszik, hogy sokan, akik machine learninggel foglalkoznak, azok általánosságában is szeretik az innovációt. Mesélj egy kicsit nekem. Nagyon tetszett, hogy hát felkeltett az érdeklődésemet ez a Game of Dragons, amivel foglalkoztál egy időben, hogy ez egy kültéri matematikai játék. Ez hogy működött? Ezt egy jó barátom kezdte el csinálni, Cambridge-ben, tehát az ő ötlete volt, és mi így betársultunk mellé egyenketten, és ő már itthon találkozott ezzel a koncepcióval, azt hiszem medve matematika távol, nem, medve matek verseny keretén belül, itthon ez már létezik, meg itthon nagyon nagy hagyománya van a versenyeknek, a matek versenyeknek, meg ilyen tudományos versenyeknek egyébként, és ez a medve matek távol is, nem távol, medve matek verseny. Ez a medve matek verseny is arról szól, hogy kint, szabad térben, állomásról állomásra mennek a kis csapatok, és minden állomásban kapnak egy matek feladatot, amire azt hiszem egy négyegyű szám a megoldás mondjuk, és akkor elmegy a kis csapat, kap egy feladatot az állomáson, aztán gondolkodnak, együtt megpróbálják megoldani, általában egy kis gyerekekről van szó, bár néha felnőttek is becsatlakoznak, és aztán visszamennek, és az állomáson annak függvényében, hogy ők jó megoldást tudtak, vagy nem, elküldik őket vagy a jó irányba, vagy egy ilyen kerülő úton, ahol aztán még plusz feladatot kell megoldani, és akkor visszajönnek oda, és akkor rájöttek, hogy na, ezt elrontották, és akkor van még egy körük, és így az a lényeg, hogy minél hamarabb ugye el kell jutni a végső állomásig, és akinek a leggyorsabban sikerül, az nyer. És mi Angliában ezt csináltuk meg, és nagyon nagy sikere volt egyébként, hogy nagyon szerették, meg a gyerekek, meg a szülők is becsatlakoztak többször, meg nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, és ott ez egy teljesen új koncepció, mert ott nem annyira ez a játékos oldala a mateknak ott annyira nincs meg szerintem, mint itthon, legalábbis én nekem itthon meg volt, vagy aki így matek versenyekre jár,
és az nekünk nagyon új volt eleve, hogy kint van, hogy mozogni lehet, hogy csapatban, és egy ilyen kis, tényleg ilyen fejtörő jellegű feladatok vannak, amiket szórakoztató megoldani. És hát ezt még akkor csináltuk, amikor egyetemre jártunk, és hát egy-két évet én is segítettem, meg én nagyon szeretek rajzolni, és akkor az ilyen design oldalát én vittem, meg hát szponzorokat kerestünk az egyetemen keresztül, de ez egy abszolút egy non-profit dolog volt, és csak így a matek népszerűsítésére, meg hát a gondolkodás népszerűsítésére volt. Aztán ez a barátom még tovább csinálta, ezt még egy picit pár éve utána biztos, hogy siker volt. És milyen más startup tapasztalataid vannak még, meg hogy miért szereted, miért nem jó benne? Igazából csak startup tapasztalatom van, meg akadémiai. Tehát dolgoztam az alapképzés után itthon 7 hónapig, ennél a műhold fejlesztő cégnél, a C3S-nél. Engem érdekelt az űripar, és itthon nincs olyan sok űripari szereplő, úgyhogy hozzájuk mentem. És ez egy 5-6 év, nem is, már azt hiszem, hogy 8, inkább 8-9 évesek lehetnek, és 40-50 fő dolgozik már durván, ők az Európai Ügynökségben fejlesztenek pár rész dolgot, illetve saját műholdon is dolgoznak, és egy pozitív tapasztalat volt, de hát látszik, hogy azért sok problémával kell szembenézni egy szerepetnek, főleg egy ilyen területen, ahol nehéz hát támogatást kapni, vagy pénzt, vagy nagy költségvetési projektek vannak alapból, és innovatív terület. De nekem nagy élmény volt, hogy kevesen vagyunk, hogy tényleg mindenkit ismerek, hogy mindenkivel beszélek, hogy rálátok a különböző projektrészekre, hogy érdekli az embereket, amit mondok, úgyis, hogy teljesen pályakezdő vagyok. Ez szerintem abszolút pozitív, és engem nagyon érdekelt a téma. Aztán most fél évet dolgoztam a holland cégnél, amit már említettem, ez orvosi AI szintén, és ez egy olyan algoritmuson dolgoztunk főleg, ami, vagy hát egy teljes appon igazából, ami az orvosoknak segít eldönteni, mikor engedjenek ki egy beteget az intenzív osztályról, mert ott nagyon standard intenzíves ágyak vannak, és nagyon hasonló, vagy pont ugyanazt az adatot veszik le a betegekről a különböző kórházakban, az egész országban. És ebből emiatt ez egy nagyon jó alkalmazási terület, mert itthon például sokkal nehezebb megcsinálni, mert annyiféle adat van, annyiféle helyen, olyanféle módon kódolva, hogy ez nagyon nem egyszerű. Meg azt egyébként a COVID kapcsán is nagyon nagy adatfeldolgozási folyamatok mentek keresztül a cégen, úgyhogy ez is most nagyon más és izgalmas volt. És az egyetéves cég, több díjat megnyertek, de ahogy mondtam, ott nagyon nagy startup kultúra van, tehát ott nagyon sok verseny van, támogatás, mindenféle, és ott is nagyon, nagyon élveztem, hogy sok fiatal van, okos, értelmes, csinálni akarja, és ez a hozzáállás, hogy csináljuk, és hogy legyen valami innovatív, valami hasznos. De a gondok, a problémák hasonlóak voltak, mert ez is egy orvosi alkalmazás, ugye ott is az, hogy akkor miből lesz a pénz, és hogy mi a business model, az nem egyszerű, az, hogy hogyan lehet megtartani a jó alkalmazottakat, hogy ne menjenek el egy nagy céghez többszörös pénzért, ez mindig problémásnak tűnik. Ezek azért nem, tehát hogy nehéz összevetni, hogy mikor, kinek mi éri meg, hogy most pályakezdőként inkább elmész tényleg egy multihoz, és akkor ott pár évig beletanulsz a dolgokba, és jól keresel, vagy elmész egy ilyen teljesen innovatív startuphoz, amihol bármi lehet, az is lehet, hogy csőbe megy a cég 2 év múlva, az is lehet, hogy belevásárolja az Amazon. Tehát igazából egy picit lucri, de nekem tetszik ez a pörgés, ami van meg, ez a kaotikus környezet, én ezt szeretem, hogy így tényleg nem lehet tudni, mi fog történni, és hogy folyton változnak a dolgok, és ez persze jó is, meg rossz is, de szerintem izgalmas minden esetben. És a mostani cég azt egy Cambridge Gym ismerősöm kezdte el csinálni, ez csak egy éves cég, tehát ez aztán teljes káosz, de jó értelemben. De nagyon sok ötlet van megint, csak nagyon sok energia, és folyton pályázunk dolgokra, folyton új ötleteket beszélünk meg, embereket próbálunk beszervezni, tehát nagyon-nagyon nagy a pörgés, és nekem ez tetszik, és én is gondolkodom startup alapításon,
már remélem a közeljövőben, úgyhogy izgalmas nekem tetszik, de nem igazából minden bizonnyal, ha elmennék egy nagy céghez dolgozni, egy-két évig az is nagyon-nagyon hasznos tapasztalat lenne, és lehet, hogy akkor egy ilyen rendszerezettebb látásmódot ki tudnék alakítani, ami valószínűleg most még nincs meg, mert nem dolgoztam ilyen helyen, de valahogy tetszik ez az izgalom benne igazából. És az publikus, hogy milyen startupod lesz, ha startupod lesz? Hát félig vendég igazából. Itthon tervezném Magyarországon csinálni őket, mert én, hát egyrészt azért, mert azért én ide köt a szívem, meg itthon is vagyok sokat, és itthon látom azt, hogy itt elég nagy változást lehet szerintem létrehozni, akár egy startupon, meg még nagyon nem telített a piac azért itthon, tehát nem annyira sok aktív szereplő van szerintem, és én nagyon szívesen hozzáadnék valamit, és hát az egyik irány az ilyen AI oktatással kapcsolatos valamilyen szinten, a másik meg tanácsadással igazából. De ez még a jobb zenéje, de már szeretném talán elkezdeni így a PhD mellett azért. Sokan vannak így ezzel egyébként, én nagyon sok mindenkivel találkozok, aki szeretne elkezdeni vagy freelancerként, vagy egyáltalán belépni így a machine learning területre. Itt milyen tippeket tudnál adni esetleg a nézőknek, hallgatóknak? Mert azért szerintem az, hogy valakinek a PhD-je van, az rohadt nagy előny, főleg most itt ezen a területen. Igen. Ha esetleg nincs, akkor hogy induljon el az ember szerinted? Hát még nekem sincsen, szóval azért ez egy lényeg. Már szerintem nem vagy messze tőle. Hát azért még idő, de szerintem persze segíthet egy PhD, vagy bármilyen papírt, mert nyilván nekem a Cambridge azért sok helyre belépő, úgymond, tehát azért azt értékelik az emberek, meg főleg itthon azért ugye ez egy selling point, tehát azért sok-sok mindenki szóval áll velem miatt, aki talán különben nem állna, tehát ez lehet, hogy tényleg így van, de szerintem az a lényeg, hogy próbálkozni kell igazából. Tehát, hogyha valami érdekel, valami csinálni akarsz, akkor beszélni kell róla, akkor írni kell embereknek, elmenni eseményekre is csinálni, és nem félni attól, hogy visszautasítanak, hogy nem érdekel valakit, hogy mit tudom én, lenyúlják az ötleted, hanem csak beszélni kell róla. És az a tapasztalatom, hogy nagyon-nagyon segítőkész a legtöbb ember, és hogy nagyon sokszor sokkal jobb visszajelzést kapó dolgokra, mint amire számítok. És hogy tényleg igazából nem számít, hogyha mondjuk jelentkezel egy csomó mindenre, és a legfőről visszautasítanak, vagy nem is szólnak, hanem az az egy-kettő számít, ami bejön. És én abszolút így jutottam hozzá, szerintem egy csomó jó lehetőséghez. Tehát mondjuk, amikor jelentkeztem a PhD-re, akkor is én beadtam, nem volt mesterdiplomám, mert Angliában nem kell, nem kötelező, és én nem annyira akartam csinálni, és akkor, de azért elég, hogy van. És én emiatt beadtam, tényleg küldtem e-mailt, ilyen érdeklődő e-mail konzulenseknek, vagy 40 helyre, és akkor interjúztatni akartak 3-ról, és aztán felvettek egyre. Tehát igazából ez így megy, és nem az a lényeg, hogy most melyik az a nem tudom hány hely, ahonnan visszautasítottak, hanem az, hogy felvettek arra, amit szerettem volna. És a műholdas munkát is így kaptam, hogy csak érdekelt a téma, elkezdtem írni egy-két embernek, és lett, és most a Szakival is, emiatt lesz valószínűleg közös projektem. Tehát ez így magát gerjeszti, és így, ha nem félünk így csinálni és menni, akkor nagyon-nagyon pozitív a visszajelzés. Tehát nagyon örülnek mások, hogyha érdeklődünk az iránt, hogy mit csinálnak, hogy segíteni akarunk, mert miért örülnek. Tehát ez így nagyon számít szerintem, tehát proaktívan keresni kell a lehetőséget. És te foglalkozol egyébként valamilyen ilyen self-brandinggel, vagy ilyen online marketinges dologgal, hogy így, hogy mondjam, hogy így reklámozd a freelancerkedésedet, vagy az úgy annyira nem nincs ez? Hát annyi egyelőre nem, mert egyrészt most más több dologban részt veszek, és emiatt nincs olyan kapacitásomra, de hát LinkedIn-en nyilván fenn vagyok. A mostani munkám is LinkedIn-ről jött, mert amit csináltam az Amsterdami cégnél, az nagyon kapcsolódik az, amit most csinálok, úgy találtak meg. Az Amsterdami céghez meg LinkedIn-en keresztül jelentkeztem, de ezek azért így számítanak, és onnan azért meg szoktak keresni néha, hogy van-e valami közös nevező, ahol tudnánk együtt dolgozni. De ezen kívül még egyelőre nem. De itthon az a tapasztalatom, hogy nagyon átjárható a rendszer. Mert hogy akik ezzel foglalkoznak itthon, szerintem az nem egy olyan nagy társaság. Tehát, hogy lehet tudni, kik az egyetemek, kik az ipari szereplők, milyen konferenciák vannak, és itt
emberekkel szeretek beszélni, és ez az, amit csinálok szerintem, de nem, más módon nem próbáltam meg így marketingelni magam, vagy ilyesmi, de majd talán, hogyha, hát hogyha céget csinálok, akkor muszáj lesz, nyilván. Igen. Nem, és szerintem eljutottunk lassan az utolsó kérdéshez, amit minden vendégemtől meg szoktam kérdezni. Mit gondolsz, hogy merre fog fejlődni az AI területe, és mit vársz tőle a jövőben? Hú, hát én nem véletlenül az egészségügyben várom a nagy áttörést, mert hát ez szerintem azért a legtöbb ember számára egy elég fontos terület, és nagyon-nagyon frusztrálónak, meg szomorúnak tartom, hogy mennyi gyakori betegség létezik, amiről alig tudunk valamit, és közben annyi adat elérhető lenne, hogyha ezt fel tudnánk dolgozni és értelmezni valamilyen szinten, és szerintem nagyon-nagyon szomorú, hogy erre még nincs lehetőségünk, és én nagyon-nagyon szeretném, hogy elérjünk oda, hogy adat alapon egészségügyben fejlődést tudjunk elérni, és ahogy egyre idősödik a társadalom, az időseknek is még az életminősége jó legyen és tartható, és én ezt szeretném, és ebben bízom, és hát ezért is vagyok részben ilyen területen. És hát emellett abban is bízom, hogy minél több területen tudjuk hasznosítani ezt a technológiát, és biztonságos módon a másik területében. De összességében tényleg abban bízom, hogy ahogy egyre több adatot le tudunk venni, akár a földről, fizikában, kémiában, akár az emberekről, biológia, fiziológia, ennél így egyre jobban adat alapon tudunk dönteni, és tudunk jobb döntéseket hozni. Tehát egy ilyen emberi gondolkodás kiegészítő, másfajta gépi alapú, adat alapú gondolkodást nagyon hasznosnak érzek. És igen, bízom benne, hogy a természettudományokban így általánosságban jobban jelen lesz az AI és a data science. Temesel, köszönöm szépen a beszélgetést. Annyit mondj még el, hogy a nézők, hallgatók hol tudnak megtalálni, vagy hol tudnak többet olvasni rólad? Hát én köszönöm a beszélgetést, és örülök, hogy megismertelek. LinkedIn-en megtalált bárki, Tamu Emesének hívnak, TH-val írónál, és csak én vagyok fent, szerintem igen néven LinkedIn-en. Van egy kutatós oldalam is, ami a diák oldalam a PhD-hoz, ott is, ha Google-on valaki rám keres, vagy Liverpool, Tamu Emes megtalál, de akár Instagramon, Facebookon ilyen dolgokkal is élek, úgyhogy meg lehet találni bárhol, és ha valaki írna, írjon nyugodtan. Én nyitott vagyok abszolút, bárkivel szívesen beszélek. Szerintem ez így van jól, és tényleg, ahogy mondom, a lehetőségek szerintem így teremtődnek. Oké, és akkor majd a linkeket lerakom a leírásba, a videó alá, és köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést, és további szép napot! Köszönöm szépen, további szép napot neked is!